Orbánc főolaj kerül az üvegekbe a kakukkfűportán. A létesítményben számos gyógynövény megtalálható. Wagenhoferné Paul Magdolna azonban szívesen át is adja a tudását különböző workshopokon, előadásokon. A természetgyógyász fitoterapeuta hosszú ideje foglalkozik gyógynövényekkel, most pedig bővíteni szeretné az ültetvényét, ezért pályázott. Elmondta, a málna nagyon népszerű és sokoldalú növény, és a Líder Egyesület pályázata lehetőséget ad számukra arra, hogy egy teljesen új ültetvénnyel és egy felújított épülettel bővüljön a vállalkozás. Elkezdtünk a málnával foglalkozni, és láttuk, hogy ebben van lehetőség, hiszen az igazi jó magyar ízeket, a magyar ízű málnát nagyon sokan keresik. Elkezdtünk telepíteni, 300 tő, 400 tő, 500 tő, egy jó hosszú sorunk lett, igen, ami már termőre fordult. A pályázattal kapcsolatosan tudunk majd tovább lépni. Területvásárlásra van szükségünk, hogy tovább tudjunk lépni, és hát a megvásárolandó területen szeretnénk hát jó pár ezer tőmálnát. A Líder pályázatokon a kis településeken élő magánszemélyek, őstermelők és mikrovállalkozások vehetnek részt. A projekt elsődleges célja a vidékfejlesztés, azoknak a támogatása, akik a termelői piacok és a gasztronómiai szolgáltatók igényeit kielégítő helyi termékeket állítanak elő. A térségben 23 település tartozik a Hévíz-Balaton-Zalai-Dombhátak Líder Egyesülethez. A szervezet jelenleg az első fejlesztési ciklus végén tart, de a tervek szerint a jövőben is lesznek pályázati lehetőségek. Jelen pillanatban a mi forrásainkból most csak az önkormányzatoknak tudunk nyújtani támogatást. Ők ugye rendezvényekre tudnak, illetve a rendezvényekhez kapcsolódó eszközök beszerzésére, de már folyamatban van új forrással mikrovállalkozások fejlesztésére egy új pályázatnak a meghirdetése. Ugye ennek az előkészítése már megtörtént, és most jelen pillanatban várjuk az irányító hatóságnak a jóváhagyását. Horváth Krisztián elmondta, a pályázatokat elbíráló bizottságban a településvezetők mellett civil szervezetek és vállalkozások képviselői is jelen vannak. Hozzátette, a pályázható összeg mintegy 300 millió forint volt, ebből nagyjából 80 millió forint maradt a további projektek megvalósítására. A munkaszervezet vezető kifejtette, a jövőben szeretnének egy online piacteret létrehozni, és cél egy saját védjegy kialakítása is.